Sziasztok emberek, én Pink Horizon vagyok, és a mai videóban elhoztam nektek a legnagyobb élő adásban történt bakikat. És most nem ilyen tévében történt bakikat hoztam nektek, hanem leginkább Twitch élő adásokban lévőket. Kérek mindenkit, hogy dobjatok egy lájkot erre a videóra, mert kíváncsi vagyok, hogy mennyit tudunk összeszedni. Célként kitűzök egy 3000-et. Hogy 3000-et össze tudunk-e szedni egy videó alatt. Igazából szerintem nem elérhetetlen, szóval dobjatok egy lájkot a videóra. És amíg elkezdenénk a videót, mindenkit meg szeretnék arra kérni, hogy aki szeretne engem támogatni, az használja Fortnite-ba a Support the Creator kódomat, ami nem más, mint a Pink Horizon. És hogyha bármit vásároltak az én kódommal, akkor azt küldjétek el nekem Instagramon, vagy lépjetek be a Discord szobámba, és küldjétek be a Support the Creator képek szobába a képet vagy videót, ahogy a kódommal vásároltok, és aki ezt elküldi nekem, annak a nevét bemondom a következő videóba, vagy bekövetem Instán, vagy ahol szeretné, lényeg, hogy mindenképpen adni szeretnék nektek ezért valamit cserébe. Illetve kövessetek be engem Twitchen, szinte minden nap van livestream, GTA-RP és Fortnite és mindenféle hülyeség, szóval aki nem szeretne lemaradni az élő adásokról, az a leírásba kattintson a linkre, és kövessen be. Lehet, hogy amikor ezt a videót nézed, akkor is éppen élőbe vagyok, szóval meg kéne nézni. Ja, és illetve aki vásárol az eneva.com nevezetű oldalon, az én linkemen keresztül, az én kuponkódommal valami játékot, vagy bármit, az is küldje el nekem is, és az is kap valamit cserébe. Na, de nem is húzom tovább a szót. Funny Twitch moments, banned streamers, fails and more. Oh my Jesus. Na, nézzük. Please say or enter your phone number. Aha. Kérlek, azt kérlek éve a telefonszámodat. Your 10-digit phone number or your account number. Úristen. Please say. Yeah, it was already leaked anyways, fuck it. A csávó kilíkelt a telefonszámát, mármint nem akarta, hanem az a bemondó visszamondta az ő telefonszámát, és nem tudom, még nem tudta hirtelen lenémítani egyébként magát. De egyébként igen, elég veszélyes, amikor streamelsz és kilékled a telefonszámodat. Valószínűleg 024 hívogatni fognak, és ezért nem fogja soha meg senki sem megtudni a számomat. Ha! Star Citizen, ez a mi játék, ez a mi esport játéknak az eventje, verseny. Hopp. Várunk. Az a csávot végig mosolyog, nagyon aranyos, várja, hogy adásba kerüljön. Ő valószínűleg az, akit interjúztatnak, ő meg már menne valahova. Én meg nem tudom, mit keresett és kicsoda. De azért ő arcán is látszik, hogy legyen már valami. Nézzük, igen, most ő is mosolyog. De az ő arca több mindent elmond a bal oldalinak. Semmi nem történt. Liquid. And before we get underway, let me introduce you to our casting team on the commentator's desk. Na az mondjuk voice crack volt, öcsém. A mikrofon is a legjobb minőségű. Persze, hogy picsagatyába kell streamelni egyébként. Ki gondolt volna, hogy ott fog lehajolni? Nem tudom, mi történt, nem figyeltem a mondani valóra. Az, ami H1Z1 verseny. Ezt nem szeretném nektek lefordítani. Aki értette, az értette, aki nem, az meg majd a komment szekcióba kivadásza. Lényeg, hogy benyitottak hozzá stream közben, és megkérdeztek tőle valamit. Ajaj, Tyler. Oh my god, kid! Why are you mods put? I'll do myself. I'll do my fucking self. Oh my. Mutatom. Hogyha ezt így kiolvasod, ezt most lenémítottam valószínűleg, mert én sem akarok belőle balhét. De ha ezt kiolvasod, ez egy olyan szót eredményez, amit Twitchen tiltott. És ha egy streambe elhangzik ez a szó, ott bajok lehetnek és kibannolhatják az illetőt. És valaki bedonételte, és úgy, hogyha donételnek valamit, akkor ezt felolvassa a rendszer. És
lehet, hogy valami svéd szó, de hogyha kiejted, akkor mást lehet érteni. Mindegy. Mindegy. Tovább. And that's just not good enough, you know? Gotta get on Twitter, tweet about it. I'm here, I'm live. Look at that. The cameraman puts his phone number up. I hope that is... Mekkora arc, mekkora arc. Az operatőr odarakta a telefonszámát a kép kijelző aljára, és felvette ezt a nőt, és azért, hogy hívjál fel. Ezt így kell, ezt így kell. Real phone number? De az valószínűleg nem valami valós szám volt. That could be interesting. Ez next level, ez next level. A prayer for whoever owns that phone number at this point in time. Jaj, elnéti. Ennek a csajnak annyi botránya volt már Twitch-en. Mit csinál? Popsi törlő. Megosztja velünk, hogy büdös a hónalja, és bekeni. Popsi törlővel. És szagolgatja a popsi törlőt is. Lehet tudni? PUBG ez? Ez PUBG, ugye? Van, aki még PUBG-zik. Nem ez, nem... Mi? Nem PUBG, jó van. Ez Battlefield lesz. Oh my god, dude. Csak nagyon lebutítva, vagy nem tud. Igen, Battlefield, jó. Csak nagyon love grafikán. I don't know, dude. My mind is blown. My mind is fucking blown, dude. Am I being hacked? Is this some kind of fucking... Some kind of... DNS server has been under attack? Especially on the East Coast? Meghekkelték a gépét? Meghekkelték a gépét. Amikor még chase-tem, visszajöttek az emlékek. Visszajöttek az emlékek. Aki chase-ik, az tudja, hogy ez az Immortals-nak volt az edzője? Vagy a játékosa? Nem mindegy, azt tudom, hogy a Luminosity Gamingnek és az SK Gamingnek az edzője volt. Viszont azt nem tudom, hogy az Immortals-ban játszott-e, vagy ott is csak edző volt. Most valószínűleg kevesen értik, amit én itt pofázol. Zeus. Játszott. Mit csinál? Mérült ott egy csontvált. That they have to do to bring it upfield and put a shot on net because you know as soon as they make one slight mistake these guys are going to be on their heels and coming in and like making them pay for it. The thing that's been working though for so well for Mocket has been this aggression. They need to get back to that. Get in the face of Devo coming up and being a nuisance on offense. But that also allows him to be in position to make a play. Look at Cox getting ready there. Bocsánat, ezt sem tudom komolyan venni, hogy így fú, komolyan, hogy ott van minden, mutatják az embereket, és így átváltunk Rocket League-re. Milyen nyaka volt? Na ez milyen játék? Ez HZ1 vagy... Fuck! Lebomlott a ház. Kocsi? RUNESCAPE! Úristen, ez a játék. Ó, ez a játék, gyerekek. Nem tudom, hogy ki játszott, aki játszott RUNESCAPE-el valaha, az írja nekem kommentben, nagyon érdekel. Ez a játék... Ez gyerekkorom játéka volt, az egyik, a Metin után. Póker, mi az? Oh yeah, I'm sorry dude. I know. Alright, yeah, no. Francis, is that you? I know, it's a hard life. Beszólt neki. Na most játszok, köszönöm szépen, hogy velem voltatok ebben a videóban.
Ha tetszett, akkor azt mindenképpen jelezzétek egy lájkkal is, iratkozzatok fel a csatornára, illetve használjátok a Support the Creator kódomat Fortnite-ba, kövessetek Twitch-en, hát meg Instán, meg amúgy mindenhol fenn vagyok. Bárhol rám kerestek, fenn vagyok. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok, következő videóban találkozunk, jók lehetek, sziasztok!